Azt gondolom, hogy már jelenthetjük azt, hogy ez már hagyományosan október közepén tartjuk, egy picit belerúgva a lábbarcogás időszakába is. Hagyományosan ebben az időpontban, és most már hagyományosan lábodon nagysalérba tartjuk az évi tóta szemlénket. Néhány statisztikai adatot szeretnék felvillantani, vezérigazgató úr ugye bevezetőjében, megnyitójában már érzékeltette, hogy a tavalyi évhez képest picit gyengébb eredményekkel, illetve gyengébb trófeasúlyokkal találkoztunk. Az idei szeptemberi szezonban idényben 139 vindika került terítékre. Egyébként ez éppen pont több, ha, igaz, hogy nem, ha nem is sokkal a tavalyi évben, hiszen tavalyi évben 131 vindika esett terítékre, idén 139. Ezeknek a trófáknak az átlag tömege 7,15 kg ott tett ki. A mai trófea szemlén 132 indika került kihelyezésre, kiállításra, de ebben már vannak olyan trófák is, amelyek az októberi időszakban estek el területeinken. Az átlagsúlyok mellett néhány minőségi mutatóval kapcsolatos adatok is megosztanék önökkel. Az idejében a legnagyobb trófea tömegű vindika az 11,60 kg-ot nyomott a mérlegen, és ez a lábod déli területrészről, a déli fővadászi körzetből került terítékre. Hogy mennyire nem egyszerű a munkája a kollégáinknak, az abból is látszik, hogy szemlénket. Én azt javaslom mindenkinek, hogy először a trófát nézze, bírálja, és majd utána nézze rá azokra az információkra, adatokra, amiket mi elhelyeztünk ezeken a karókon. És egy pezsgőtől is ajánlom majd annak, aki meg fogja találni ezt a 11,60 kg-as bikát a cipelhelyezett trófák között. Nem ez a bika lett a legnagyobb pontszámú, 222,05 ponttal Szántód kereki területében esett el a legnagyobb pontszámú bika, egyébként a 139 bikából 90 bika kapott érmes minősítést, ennek az átlag tömege 8,24 kg. A 90 bikából gyakorlatilag darabra pontosan 40-40 darab lett a bronz és ezüstérmes, és 11 darab lett az aranyérmes minősítésű trófea. Nagyon röviden ennyit, ki fogunk adni egyébként majd egy rövid sajtóközleményt az idei adatairól, és ezek majd a szaklapokban is meg fognak jelenni. Illetve még két adatot azért közölnék, a 10 kg feletti bikáinkkal kapcsolatban Szántódon, Zselic és a lábodi területekről származnak ezek a bikáink. Itt 7 bikáról van szó, 4 bika került a 10-11 kg közötti kategóriába, és az idejében 3 bika van 11 kg fölött, ebből 2 a zselici vadászterületnek a kelet-zselici részén, vörösalmai részén került terítékre, 1 bika pedig, ez az ominózus 11,60 kg-as bika pedig a lábodi vadászterület déli részén került terítékre, csak összehasonlításképpen a tavalyi évben ez a szám, ez 17 trófát jelentett szemben az idei héttel, de nem, mi úgy gondoljuk, hogy nem a tavalyi évvel kell összehasonlítani, hanem mindig az adott évben belül kell minősíteni a teljesítményünket. Ebből a szempontból a területeink és a kísérőink is, én azt gondolom, hogy jól vizsgáztak. Mivel erre most nyílik alkalom, ezúton szeretném megköszönni minden ágazatban dolgozó kollega számára az áldozatos munkát, a szakmai fegyelmet, és egyben meg szeretném köszönni a vadászat szervező irodáknak is, és a vadász vendégeknek is, hogy amikor arról döntenek, hogy melyik területre jöjjenek, akkor a sepozéleti vadászterületeit választják. Köszönöm szépen, mindenkinek jó szakmai munkát kívánok, és az elhangzó kürtszó után még pár technikai információval is szolgálni fogok az önök részére. Köszönöm.